Működik Kolozs északnyugati fejlesztési régió Ményak és Mellrák szűrő központja. Dr. Vas Levente főorvost, egészségügyi államtitkárt köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát itt egy mintegy 166 millió eurós országos támogatás révén jöhetett létre ennek a szűrőközpontnak a létrehozása, ugye itt Kolozs megyében. Mindenek előtt mondjuk el, hogy hol működik ez a központ? Gyalun hozták létre a Kolozsvári Onkológiai Intézet keretén belül, és nagy megelégedéssel konstatáltam, hogy Kolozsvár szépen fejlődik, hiszen ezelőtt egy hónappal a vadonatúj hematológiai központot is sikerült átadni, és íme most az egészségügyi miniszterasszony jelenlétben sikerült ezt a Ményakrák és Mellrák szűrőközpontot az északnyugati régió, fejlesztési régió számára működésbe adni. Nagyon fontos, hogy ebbe a 166 millió eurós körülbelül 4 éve elérhető összegből Kolozs megye, Kolozsvár északnyugati régió elég szép összeget kap, és a két már említett rákfajtának, leggyakoribb rákfajtának igazából a szűrésére, megelőzésére, időben való felfedezésére és kezelésére tudták szakosítani ezt a központot. Főorvos úr, mennyire hiánypótlóak az ilyen szűrőközpontok az országban? Biztos nincs elég belőlük. Nagyon fontos, hiszen a szűrés, a prevenció Romániában, a romániai egészségügyi ellátásban még gyerekcipővel jár. 2018-ban sikerült bevigyük a törvénybe azt, hogy a beteg jogok sorában ott van a biztosító pénztár által kötelezően finanszírozott egészségügyi szűrővizsgálatoknak a jelenléte is. Tehát azt jelenti, hogy ez egy olyan lépés, ami a törvényi rendelkezést követően íme konkrétan a betegek számára is lehetőséget nyújt arra, hogy akár családorvosok javaslatára, akár egyéni kezdeményezésként, vagy az illető most működésbe adott központ munkatársainak a jóvoltából is a munkájának köszönhetően egy-egy falu asszonynépét, lányait programáltan behívják ebbe a központba, ahol ményakszűrő, nőgyógyászati vizsgálatot, kenetet, Pápa Nikolaou kenetet, és az úgynevezett mammográfiás kivizsgálást, ahol a legkisebb daganatos elváltozás is az emlőből, a mellből felfedezhető, elvégezhessenek. Tehát az ehhez hasonló központok és mobil egységek ugye fogják csökkenteni az előre haladott betegségi állapotban felfedezett fiatal nők számát, tulajdonképpen ezzel esélyt adva az életre. Valóban esély az életre a Ményák és Mérák és a Mellrák időben való felfedezése? Igen, hiszen gondoljuk el, hogy a mellrák esetében körülbelül 7000-8000 esetet fedeznek fel évente Romániában. A ményakrák esetében körülbelül 3000-4000 eset, ez 3,5-szer nagyobb, mint az Európai Uniós átlag itt Romániában. Nagyon fontos, hogyha a számokról beszélünk, hogy naponta 5 nő ebbe a betegségben, ményakrákba hal meg. Egy olyan betegség, amit hogyha időben felfedeznek, ha időben kiszűrnek, akkor zökkenőmesen, probléma nélkül, enyhe, kicsi igazából sebészi beavatkozással, utókezeléssel teljes mértékben gyógyíthatunk, megállíthatjuk az előrehaladását. Nagyon fontos, hogy vannak genetikai tényezők, például azokban a családokban, ahol volt már ilyen megbetegedés anyukának, nagymamának, a gyerekeknél ennek a kockázata növekszik. Tehát mind olyan betegségről beszélünk, ugye, ami kiszűrhető, gyógyítható, és pontosan ezért nagyon fontos, hogy minden nő, minden családorvos igazából elmondja a másiknak, tájékoztassák egymást, biztassák arra, hogy bátran ilyen szűrvizsgálatokon részt vegyenek, és természetesen ugye egy ilyen központ létrehozásával az állam, az egészségügyi minisztérium, az intézeteink biztosítsák az ehhez szükséges logisztikai hátteret, ilyen szép körülmények között, mint ahogy például ez a gyalog
központot is megvalósították. Öröm volt látni, hogy milyen modern felszereléssel, milyen jó logisztikai elképzeléssel, számítógépes felszereléssel állnak majd rendelkezésre, és természetesen az is, hogy ahogy a képen is látszik, két mobilegység, mammográfiás mobilegység és ményakrák szűrő mobilegységgel állnak rendelkezésére a különböző kis falvaknak, településeknek, ahol a polgármester akár az egyház vagy az orvosi rendelők támogatásával ki is lehet menni, és meg lehet helybe vizsgálni azokat a nőket, akik ide programáltatják magukat. Hány éves kortól érdemes szűrővizsgálatra menni? Nagyon fontos, hogy a ményakrák esetében fiatal életkorról beszélünk, és 20 éves kor után egészen el 44 éves, 45 éves életkorig az esetek 60-70%-ában már találkozunk ezzel a kórképpel. Tehát itt egy rendszeres 3-5 évente elvégzendő Papa Nikolaou kenetről, lapocos vizsgálatról eshet szó. A mellrák esetében pedig amellett, hogy mindenki saját magát megvizsgálja, főleg a 40 éves kor után az a kockázati csoport, ami érdemes kiemelt fontossággal megjelenjen ilyen vizsgálatokon. Nagyon fontos itt elmondanunk, ha bár mindenki az oltásról beszél, meg az oltástól vonakodik, hogy a ményakrák esetében a humán papillomavírus okozza az esetek 90%-át, egy olyan humán papillomavírus, aminek a megelőzésére, aminek a kiirtására igazából rendelkezünk már gyógyszerrel, és a 12-13-14 éves lányainkat beolthatjuk ez ellen a vírus ellen, ami a jóindulatú nemi szerveken megjelenő szemölcs 80-90%-át okozza, és a humán papilloma vírus okozza az esetek 95%-ában a ményakráknak a megjelenését, a megbetegedést is. Pont ezért például Ausztráliában most már nem csak a lányokat, hanem a fiúkat is 2007-től errefele beoltják annak érdekében, hogy ezt a megbetegedést messzemően úgymond kizárják, ennek a megbetegedésnek a megjelenését kizárják az onkológia, súlyos onkológiai megbetegedésekből. Főorvos úr, az imént meglepett az az adat, amit mondott, hogy Romániában 3,5-szer nagyobb a ményakrák és a mellrák előfordulási aránya, mint az Unióban. Mivel magyarázható ez? Ez megdöbbentően hangzik. Igazából a szűrővizsgálatoknak a hiánya pont, amiért egy ilyen központot létrehoztunk az északnyugati régióban, mert a nők nem mennek el megvizsgáltatni magukat, nem járnak olyan rendszerességgel, mint Európa többi részben ezekre a szűrővizsgálatokra, ezért kellett lépnünk. Nagyon fontos, hogy nem megnyugtatásképpen, de az elmaradottabb országban, a világ elmaradottabb országaiban ez az arány még magasabb. Sokszor tisztálkodási tényezők is közrejátszanak. Pont ez az, amiért igazából mind a szűrővizsgálat, mind pedig az oltás javult ennek a megbetegedésnek a kiszülésében. Rendkívül fontos, hogy ugyanez a humán papillomavírus például férfiaknál idősebb, előre haladottabb kornál hímvesző rákot is okoz. Tekintettel arra azonban, hogy az 70-80 éves életkorban jelenik meg, nagyon sokan úgymond nem érik meg, nem érjük meg ezt a kort, ezért a relatív szám európai szinten, a fejlett országok szintjén ennek a megbetegedésnek az esetében alacsony. Azonban lásd az ausztrál helyzetet, beoltatják magukat, beoltatják a fiaikat is, pont azért, hogy a lányaikat, a nőiket védhessék, és természetesen előírják az oltás után a kötelező szűrővizsgálatoknak az elvégzését. Semmilyen nagy megterhelő komplikáció nincs itt. Az a nő, aki egyszer volt már nőgyógyászati vizsgálaton, az tudja, hogy ilyen esetben milyen megkönnyebbüléssel, milyen jó érzéssel tud elmenni haza az ember, hogy számára a következő 3-5 évben úgymond biztonságban nincsen ményakrák megjelenésének semmilyen előjele, és igazából tud koncentrálni az életére, tudja nevelni a gyerekeit, és urológusként engedjék meg, hogy elmondjam,
hogy számtalan alkalmam volt látni, ahogy elhanyagolt, méhnyakrákos, fiatal, 30-as éveit taposó nők jönnek el az urológiára, és a kispencei daganatos előrehaladásnak köszönhetően a veséjük mind a kettő leblokkol, nekünk urológusoknak pedig az a feladatunk, hogy kivezessük a veséből a vesevezeték kihagyásával a vizeletet az oldalra, azért, hogy még 5-10 éves ilyen életkörülmények között is, de életet biztosíthassunk ezeknek a fiatal nőknek, hogy láthassák a gyerekeik életségeit, vagy éppen részt vehessenek az esküvőjükön. Ennek a reményében igazából, ennek a reményével látjuk ezeket a fiatal nőket. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ne legyen ilyenben része, hogy lehetőleg egymást biztatva még egyszer menjünk el szűrővizsgálatokra, vizsgáljuk meg magunkat, ha lehetséges, ugye a mell áttapogatásával, és ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor családorvosnak a segítségét kérjük, és jelentkezzünk be a családorvos segítségével ennek a központnak a meglátogatására. És erre most már egyre több lehetőség is van. Főorvos úr, köszönöm szépen az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget. Thank you.